vállalkoztunk ki. Amikor megtörtént a kiállítás, akkor kicsit kapkodva játszottuk, de akkor is irányítottuk a játékot. A második kiállítás után már azonban érthetetlen volt számomra, hogy 9 fő ellen miért nem fejeztük be nyugodtalan az akciónkat. Jó néhány 5-4 ellen, 4-3-2 elleni helyzetünk volt, amit nem tudtunk jól befejezni. Természetesen elismerem a Honvédnak nagyszerű küzdőszellemét a mérkőzésen, és ettől egy izgalmas mérkőzés volt, akkor is mondtam. Kiállítás következtében.